Orrtöréséig fajuló iskolai bántalmazás Aszódon, amely eset, mint csepp a tengerben mutatja azt az igazságtalanságot, amivel a mai oktatási rendszer 30 éve küzd, és nem tud mit kezdeni. Ebben az esetben is tudomása volt a sorozatos bántalmazásokról az iskolaigazgatónak, majd a tankerületnek is, a rendőrség is képbe került, illetve a szakszolgálat, mégis az lett a történet vége, hogy a bántalmazott tanulónak kellett elmenekülnie, és 7. osztályban új iskolába kerülnie. De igazából az önöknek se jó, hogyha mondjuk azt mondom, hogy a anyja írta vagy mondta. Mert sose lehet tudni, hogy ezeknek a családnak meddig ér a keze. Itt állunk tehát az érintett általános iskola előtt, és most szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy ugye február 14-én történtek, váltották ki, illetve indították el azt a lavinát, ami végül az önök családjának az életét jelentősen befolyásolta. Röviden el tudnám mondani, hogy mi történt pontosan aznap az iskolában a gyermekével? Hogyne. A kisfiam megérkezett az intézménybe, az arra a napra volt kiírva egy kazinci felolvasó verseny, amire hozta a fehér ingét, és amikor ezt ő kitette az asztalra, két osztálytársa ez miatt elkezdte piszkálni és verbálisan bántalmazni. Folyamatosan ment a piszkálás két tanórán keresztül, majd a második tanórát követő szünetben annyira felbosszantották a verbális sértegetésekkel és beszólásokkal, hogy a gyermekem hozzávágta az egyik tanulónak a lábához az almát, azzal a felkiáltással, hogy fejezd már be, és pillanatokon belül kialakult egy dulakodás, biztatás arra, hogy verekedés legyen, és az egyik tanuló megütötte a gyermekemet az arcán. És a kisfiam a földre került, és az egyik felbújtó az odatérdelt mellé, és azt mondta neki, hogy itt baleset történt, és hogy ne merjen mást mondani, mert ha elmondja, hogy ez mi történt valójában, akkor eltörik kezét, lábát, vagy minden csontját. Akkor a gyermekem betámolygott a fiú WC-be, hogy csillapítsa a vérzést. Az egyik elkövető az oda követte, és ott is megfenyegették, hogy azt kell mondani, hogy ez egy véletlen baleset volt. Ekkor a gyermekem elájult, ez az ő elmondása. Engem 10 órakor értesített az igazgató helyettes azzal, hogy a gyermekem stabil oldalfekvésben, de eszméletlen állapotban vérző orral fekszik, és várják a mentőt. És hát rendkívül zaklatott volt a pedagógus, úgyhogy azonnal autóba ültem, és száguldottam ide, és utána már az intézménnyel nem csak a mentősökkel beszéltem. És ha jól tudom, akkor a 60-i kórházba szállították be, hogy ellássák a sérülését. Igen. És ott mi történt? Tehát ugye ezt a fenyegetést elég erőteljesen akkor presszionálták ezáltal, hogy Igen. azt mondja, hogy baleset volt. És ha jól tudom, maga a kórház tette meg aztán a feljelentést, Igen. hiszen ugye megállapították az orvosok, hogy ez a sérülés nem keletkezhet balesetből. Igen. Ezután mi történt? Tehát jelezték az iskolának a problémát, az igazgatónak, vagy egyáltalán hogyan reagált erre az illetékes iskola, tankerület, gyermekvédelem? Én más, azon a napon még, amikor hazaértünk a kórházból, már a rendőrség felvette velünk a kapcsolatot a feljelentés nyomán. Kérték, hogy én, mint szülő mondjam el, hogy mi történt, a gyermek mit tárt fel, hogy ez frissében meglegyen nekik egy jegyzetben. Azonnal megkezdték volna a kihallgatást, de a gyermek nem volt olyan állapotban, és azon az éjszakán
után én írtam egy levelet az iskola igazgatónak, amiben részletesen leírtam neki a gyermekem által elmondott bántalmazást. Jeleztem azt, hogy ez nem egy új keletű probléma, hanem hónapok óta tart. Ugye, ha jól tudom, már többször jelezte az osztályfőnöknek, ugye novemberben volt talán az első, amikor írásban is a tudomására hozta, sőt, fényképek csatolásával együtt. És az osztályfőnök arról tájékoztatott, hogy haladéktalanul intézkedik az ügyben, hát nem történt semmi. A gyermekem a hónapokon keresztül zúzódásokkal jött haza, és a bántalmazást követően az iskola igazgatónak részletesen feltártam, hogy milyen típusúak a bántalmazások, tehát szó szerint leírtam, hogy a gyermekemnek és az osztálytársaknak napi szinten milyen szavakat mondanak, milyen cselekményeket kell végrehajtani, tehát letérdeltetik őket, hátrafeszítik a karjukat, leköpik őket, azt kell ordítaniuk, hogy az osztálytársnak a nevét, hogy ő a király, és ezeket részleteztem az igazgatónak, aki először nagyon megdöbbent, nagyon empatikus volt, jelezte, hogy kivizsgálja a dolgot. Az én tudomásomra azt hozta az igazgató telefonon, hogy másnap, azaz február 15-én kihallgatta az osztályt egyenként, ahol a tanulók elmerték neki mondani, hogy hónapok óta milyen bántalmazást szenvednek el, ez legyen fizikai vagy verbális. Tehát akkor nem csak az ön fiát érte ez, hanem ez egy gyakorlatilag egy megszokott uralkodó légkör volt az osztályban. Igen, pontosan így van, és ecsetelte nekem másfél órán keresztül az igazgató, hogy mik jutottak a tudomására, és mennyire megdöbbenti a gyermekeknek az aljassága és az agresszivitása, és azt mondta nekem, hogy ő erről semmit nem tudott. Én jóhiszeműen vártam az intézkedést, 5 nap eltelt, mire írásba adta ugyanezt, hogy egy, nem tudja garantálni a gyermekem biztonságát, a testi épségét az intézményben, egészen elképesztő. Valamint azt is leírta a levelében, amit e-mailen küldött, hogy hát tudomása van arról, hogy a gyermekeket milyen bántalmazások, kényszerítések és fenyegetések és zsarolások érik. Én, ahogy a gyerekeket úgymond meghallgattam egyesével, egyértelműen elmondták, hogy ez a két gyerek taklatja és zsarolja őket. Azzal, hogy üsd meg, verd meg. És aki végül is megütötte a csarnot, igen, igazgatói megrovást kapott, mert az összes gyerek azt mondta, hogy az Arnoldot is ebbe belekényszerítette ez a két gyerek. Piszkálja, most is úgy kezdődött, az Arnoldot piszkáltatták fel. Továbbra is jóhiszeműen vártam, és amikor az iskolaigazgató azt jelezte, hogy nem tud jönni a gyerekem az intézménybe tanulni, holott képes lenne rá, én ekkor fordultam a tankerülethez, a Dunakeszi tankerülethez, és kértem, hogy nyújtsanak segítséget, mert itt egy olyan állapot áll fönt, amit az iskola igazgató nem tud megoldani. Ráadásul ugye 7. osztályról van szó, ami a továbbtanulás szempontjából ugye meghatározó. Fontos. Igen, igen. A tankerülettől egy olyan egyszerű választ kaptam, hogy iktatásba vették a levelemet, majd a következő levélben csak annyit írtak, hogy hozzájárulok-e ahhoz, hogy az intézménynek továbbítsák a levelet. Amikor én teljesen egyértelművé vált számomra, hogy itt nem fognak sem beavatkozni, sem kijönni, sem semmi nem fog történni, akkor én a Kliknek és a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságnak továbbítottam a Dunakeszi tankerület felé benyújtott panaszt, és kértem, hogy ha ők is úgy gondolják, hogy beavatkozás szükséges, akkor kérem, tegyék meg, mert elfogadhatatlan az, hogy egy igazgató ilyet leír, és szóban, telefonon elmond, hogy nem tudja biztosítani a gyermeknek a testi épségét. Felfoghatatlan számomra. És hát az is, ugye, ami a történetnek a vége lett, ugye, hogy önöknek kellett másik iskolába menni, és ha jól tudom, még a fegyelmi eljárás lefolytatása után is az agresszorok ugyanebben az intézményben maradtak. Így van. És egyikük ugyanabban az osztályközösségben is jár továbbra is, hogyha jól tudom. Igen. Tehát ez azért mutatja az egész gyermekvédelemnek a csődjét. Ugye itt említett, tettük
a tankerületi vonalat, az iskolaigazgató vonalát, a rendőrséggel hogyan boldogult ott mi? A rendőrségen a bántalmazást követő napon vettük fel a kapcsolatot, a gyermekemet sértett tanúként hallgatták ki. Több órán keresztül egy rendőrzászlós vizsgálónak mesélte el az őt ért bántalmazásokat részletesen, elmondta, hogy kiket érint a bántalmazás, azt is, hogy kik követik el, tehát kik az agresszorok. Kérte a rendőrzászlós, hogy a pszichológiai vizsgálata a gyermekemnek haladéktalanul történjen meg, mert az elkövetők közül az egyik töltötte csak be a 14. életévét, a másik két elkövető pedig 14 év alatti. Ezért azt javasolta, hogy azért, hogy nehogy a büntethetőséget kizáró ok miatt adakta legyen ez az egész ügy, hanem tovább lehessen folytatni, a gyermekemnek az érintettségét pszichológiai vizsgálattal támasszuk alá. Annyit mondott még a vizsgáló, hogy hamarosan kijön az intézménybe, illetőleg bántalmazással kapcsolatos prevenciós előadást fognak tartani március 1-én az iskolába. Arról tájékoztatott az igazgató, hogy nem jöttek ki a rendőrségtől, és a rendőrségi, vagy a nyomoz, vagy a, igen, a büntető eljárásról csak tőlem van tudomásuk, tehát a rendőrség részéről nem kaptak megerősítést, és erre hivatkozott telefonba az igazgató, hogy a elkövető, aki az orrtörést okozta, azért kapott csak megrovást, vagy intőt, nem tudom pontosan, mert nincs büntető eljárásról tudomásuk. És nem is értettem, hogyha az elkövető nincs fegyelmi eljárás alá vonva, akkor a két felbújtó miért, hiszen az ő elkövetési magatartásuk kisebb súlyú. Nem tudott rá magyarázatot adni. És a pszichológusokkal hogy boldogultak a szakszolgálattal? Mennyire könnyen találtak? Egészen megdöbbentő volt. Összesen 17 helyre telefonáltam. Aszód, Veresegyház, Gödöllő, Vác és Vonzás körzetébe. Beszéltem gyermekvédelmi szakszolgálattal, pedagógiai szakszolgálattal, gyámüggyel és magánrendelésen segítséget nyújtó pszichológusokkal. Senki nem vállalta, mindenki rendkívül szomorúnak tartotta az esetet, viszont azzal hárítottak el, hogy vagy rendkívül túlterheltek és májusban tudnak fogadni minket, vagy pedig nem akarnak rendőrségre vagy bíróságra járni. Ezt hárman is elmondták, hogy hát ez nem fér bele. És a aszódi pedagógiai szakszolgálat volt az, aki meghallgatta, hogy ez milyen súlyos ügy, és ők jelöltek ki egy pszichológust itt Aszódon, aki a gyermekemet meghallgatta, engem is meghallgatott, és tegnap vettem kézbe a pszichológiai véleményt, amiben teljesen egyértelműen leírja, hogy a gyermek egyértelműen súlyosan traumatizált, és rendkívül erősen szorong, és az összes teszt és vizsgálat azt mutatja, hogy ez mind az iskolai bántalmazás és az iskolai környezetnek a következménye. Ami tehát akkor nem első eset volt az ő esetében sem, ráadásul nem egyedi esetről van szó, hanem az egész osztály gyakorlatilag ebben él, és akkor most itt a másik szülőhöz is fordulnánk, hiszen úgy tudom, hogy nem az első eset, hogy gyerekeket másik iskolába kellett elvinni azért, hogy akár a testi épségüket, akár az egészséges környezethez való jogukat érvényesíteni tudják, ami ugye egyébként a törvényben is benne van, hogy ezt minden iskolában így kellene, hogy legyen. Az önök esetében mi történt? Mi volt az, ami miatt úgy döntöttek, hogy elviszik innen a gyermeküket? Több szülőnél azt tapasztaltam, hogy itt a gyermekeknek az egészséges lelkiállapota nem garantált az intézményben. Erről olvastam olyan pszichológiai véleményt is, amelyben kifejezetten a pszichológus leírja azt, hogy a gyermek felnőttkori pszichés fejlődésére az iskola negatív hatással van, ezért iskolaváltás javasolt. Tehát több szülő elviszi. Hát ez az önnek esetében volt, vagy másnak az esetében? Több esetben volt ilyen, igen.
Igen, aki sajnos azt látom, hogy aki a kapcsolati tőkéjének, vagy a munkahelyének, családi állapotának függvényével meg tudja oldani, az elviszíne a gyermekét. Személyes tapasztalatomból azt mondom, hogy ez általában évfolyamonként, osztályonként 4-5 gyereket érint. Sajnos a többiek nem merik megtenni, és azt látom, és azt tapasztalom, mint szülőkkel folytatott beszélgetésből, mint pedig a gyermekekkel, hogy nem mernek szólni. Tehát a gyermek nem meri elmondani odahaza sem az itt történt dolgokat, mert tudja jól, hogy az édesapa, édesanyja nem tudja elvinni. Ha elmondja, akkor olyan indulatokat vált ki otthon, hogyha bejön a szülő és az iskolát szembesíti ezzel, akkor a gyermek tisztában van vele, hogy az ő rajta fog csattani. Ezért inkább a gyerekek már a szülő irányába sem mernek sok esetben megnyílni. Sőt, hát itt egy még súlyosabb esetről van szó, mert itt ugye megnyíltak az iskolai igazgatónak, és ennek ellenére kell továbbra is az agresszorral egy közösségbe járniuk. Tehát azt látják, hogy ha ezt a bizalmat meg is adják egy felnőttnek, egy intézményvezetőnek, akkor csak kvázi még rosszabbul járnak, ahogy ön is említette, hogy további. Hát az igazságérzetüket a fiatal kori fejlődésükben, az igazságérzetük kialakulását tulajdonképpen veszélyezteti ez a fajta mentalitás, ami az intézményben történik. Tehát ha valamelyik szülő tudomás, tehát volt olyan eset, hogyha a szülők megmertek nyílni, vagy felmerték vállalni a konfliktust az intézményben, akkor két olyan szülőről tudok, akit kitiltottak az iskolai levelezőlistáról, az iskolai csoportból, vagy megtiltották nekik, hogy az intézménybe bemenjenek. Tehát olyanról is információm van, hogy az iskola leírta azt, hogyha a gyerekek hangoskodnak, és itt 4.-5. osztályos gyerekekről beszélünk, hogyha ők hangoskodnak, akkor azt a büntetési módszert alkalmazza az iskola, hogy a lányoknak a fiúkkal együtt kell öltözniük egy hétig. Egészen elképesztő. Ez is egy másik ilyen eset. És akkor az jellemző, ahogyan mondta, hogy más iskolákba vagy más településekre kell vinni a gyerekeket, aki meg tudja engedni magának. Aki meg tudja engedni magának, a munkája megengedi, mert ugye bár a gyermeknek a szállítása autóval 12 év alatt még nem nagyon engedi el a szülő a gyermekét egyedül busszal közlekedni. És az is alátámasztja, hogy itt az elmúlt napokban az iskolával történt dolgok, azok próbáltak nyilvánosságot kapni helyben is, itt Aszódváros közösségében, és a szülők arról tájékoztattak, hogy az Aszódon működő internetes Facebook portálok, vagy bármilyen oldalra, hogyha leírják, vagy vélemény nyilvánítanak az iskolával kapcsolatban, ami nem feltétlenül negatív, hanem csak az igazságot próbálják elmondani, akkor azt a posztot azonnal törlik, vagy ha valaki kicsit erőszakosabb és még egyszer közzéteszi, akkor azt ki is tiltják a csoportból. Tehát nem értem, és ez olyan mértékben ráhatásra van a szülők megnyílására, vagy őszintességére. Igen. Tehát azt látják, hogy maga egy város közösség sem áll az igazság mellett. Így van, hát ezért nagyon nagy bátorság az önök részéről, hogy felmerik tárni a saját ügyüket. Egyébként már a parlamenti felszólalásomat követően nagyon sok embernek segítettek azáltal, hogy ezt nyilvánosságra hoztuk, és egy kicsit meg tudjuk mutatni azt, hogy az ilyen esetekben van kiút, úgymond, és tényleg az embernek a gyermeke mellé kell állni akkor, hogyha ilyennek van kitéve, és remélem, hogy ezzel nem csak a konkrét ügyben tudunk segíteni, mert ugye azt is elmondta tegnap édesanyja, hogy a parlamenti felszólalásom után az államtitkárságtól kapott egy levelet. Igen. Hogy lehet az, hogy egy iskola igazgató írásba adja a szülőnek, hogy nem tudja garantálni, hogy a gyermeke nem lesz kitéve továbbra is verbális és fizikai bántalmazásnak? Hogy történhet meg ilyen Magyarországon? Hogy lehet iskolaigazgató valaki, aki képes ezt nem csak elmondani, hanem leírni a szülőnek? És egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, aki felemeli a szavát az ilyen esetekben, és mi mondjuk azt, hogy nem tartható fenn az a helyzet, ami 30 éve a szocialista kormányok és a fideszes kormányok alatt is folyik, mert igazságtalan, hogy az áldozat családjának kell venni a sátorfáját és elmenni egy másik iskolába, mert a magyar állam képtelen arra, hogy egyébként a köznevelési törvényben is lefektetett biztonságos, egészséges, a testi épségét garantáló nevelésben részesüljön egy gyermek egy iskolában. Felháborító, ami a magyar oktatási rendszerben folyik. És egy agresszort el kell ilyenkor távolítani, akkor is, hogyha éppenséggel lakatosnak hívják, mint ebben az esetben.
Mert nem tűrhető tovább az, ami itt folyik Magyarországon, hogy egyesek azt gondolják, hogy megtehetik azt, hogy beverik az orrát az osztálytársuknak, mindenki falaz nekik, a rendőrség nem tesz semmit, visszahívást ígér az áldozat édesanyjának, majd nem hívják vissza, hogyha pszichológust kell keresni az édesanyjának, akkor 17 helyre kell telefonálni, mire egy pszichológus szóba áll vele, mert senki nem akar rendőrségre meg bíróságra mászkálni. Felháborító, igenis szegregációra van szükség. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Hát ennek nagyon örülök, hogy legalább valami megmozdult, és remélem, hogy nem csak az önök esetében, hanem a feltételezhetően több ezer országszerte, több ezer esetben is fel tudjuk nyitni az embereknek a szemét, vagy tudunk erőt adni nekik, hogy ők is álljanak ki a gyermekükért, és a biztonságos környezethez való jogot azt tényleg érvényesítsék más iskolákban is. Igen, hiszem a jövőnkről van szó mindannyiunknak, tehát nem csukhatjuk be a szemünket. Itt a gyermekek azok a mi jövőnk. Ugyanúgy, hogy elültetünk egy fát, arról leszedjük a gyümölcsöt, a gyermek ugyanilyen tulajdonképp. És hogyha ilyen környezetben, ilyen pszichés környezetben nőnek fel, akkor milyen családi környezetet fognak kialakítani maguk körül, milyen munkahelyi környezet lesz. Tehát igazából eznek nagyon-nagyon súlyos következményei vannak a jövőnk tekintetében és az ő jövőjük tekintetében. És mindenképpen úgy gondolom, hogy elejét kell venni annak, hogy ez tovább így folyjon. Úgy tudom, hogy volt egy pedagógus is, aki felmondott az intézményben emiatt, az eset miatt. Nekünk arról van tudomásunk, hogy egy pedagógus rendkívüli lemondását benyújtotta a Dunakeszi tankerületnél. Ez akkor történt, amikor a mellettem álló szülővel és még kettő pedagógussal megjelentünk. A másik pedagógus az a áthelyezését kérte. Sikerült is neki a környékbeli iskolában munkát találni. A két pedagógus a tankerületnél azt mondta el, hogy azért nem tud tovább az intézményben tanítani, és mert morálisan egyszerűen nem tudják tovább tűrni és palástolni azt, ami itt folyik, hogy ki derül egy gyermekbántalmazás. Az a pedagógus, aki benyújtotta a lemondását, ő a saját szemével és fülével tapasztalta, hogy a gyerekek megkönnyebbülten sírva jöttek ki az igazgatótól, és rendkívül rosszul érezte magát, mert ő biztatta őket, hogy nyíljanak meg, mondjanak el mindent, mert az igazgató fel fog lépni az agresszorokkal, és legnagyobb megdöbbenésére 2 hétig nem történt semmi. Majd amikor egyértelművé vált számára az, hogy megpróbálják az ügyet eltussolni, elkenni, akkor úgy döntött, hogy ő nem kívánja ezt tovább támogatni, sem nem kíván bűnpártoló lenni, sem nem szeretne gyermekbántalmazás takargatásában részt venni, és úgy döntött, hogy ő nem kíván tovább ebbe az intézményben tanítani. A másik pedagógusnak szintén ez volt a véleménye, még akkor, egy héttel ezelőtt, viszont valamilyen oknál fogva ő azt kérte, hogy tovább az ügyben ne vegyen részt, és nem szeretne sem nyilatkozni, sem a nevét vállalni, nyilván ezt mi megértjük, és nem is szeretném tovább belekeverni őt ebbe. Az elkövetőkről még szeretnénk néhány információt kérni. Ők helyi lakosok egyébként, tehát ehhez az iskolai körzethez tartoznak, vagy máshonnan kerültek ide? Engem az igazgató asszony telefonon arról tájékoztatott, hogy mind a három tanuló más településen lakik, és úgy fogalmazott az igazgató, hogy nem körzetes tanulók, vagyis más gyerekeket kisebb súlyú cselekményért, vagy elkövetésért, vagy pontosabban házi rendsértésért simán ki lehet tenni az intézményből. Úgyhogy én sem értem azt, hogy itt miért nem történt semmi, hiszen nem helyi lakosok. És hogy kerültek ide akkor? Az egyik elkövető, aki az orrtörést okozta, ő egy ikladi iskolából jött át ebbe az aszódi iskolába, és a kisfiú elmondása szerint ott egy összeveszés, verekedés, bántalmazás miatt, ahol ő volt az elkövető, az miatt a fegyelmi elől, tehát még a fegyelmi eljárás nem indult el, legalábbis ezt mondta a gyermek,
A másik két agresszor tekintetében viszont maga az igazgató mesélte el, hogy az egyik gyerek a Bagi vagy a Hévízgyörki általános iskolában másodikos korába került kirúgásra, utána ment Bagra, onnan valamilyen, nem tudom milyen verekedés miatt, hogy most ő volt-e az elkövető, vagy ő volt a sértett, de szintén egy bántalmazásos ügy miatt került át ide, és a harmadik szintén Bagi lakos. Na most azért Bag akkora roma iskola, annyi problémás romával, ha ezek ott elkezdik fenyegetni háttérből, ezeket úgy megveri. Hát a Dominik azért jött el negyedikben, hogy őt bántalmazták. A törvényeket mindenkinek be kellene tartania, és egy olyan pedagógusnak, akinek a tudomására jut, hogy gyermekbántalmazás történik, azonnal és halaszthatatlanul intézkednie kéne, de mindez vonatkozik a gyermekvédelmi rendszerre, a tankerületre, vagy éppenséggel a rendőrségre is, mert nem tűrhető az, hogy a bántalmazott gyerekeknek kelljen elmenekülnie. Ez a konkrét eset is rávilágít arra az igazságtalanságra, ami 30 éve folyik a magyar oktatási rendszerben, és ami ellen kizárólag a Mi Hazánk mozgalom emeli fel a szabát. Igazságtalan az, hogy azoknak a tanulóknak, azoknak a gyerekeknek kell elmenniük egy másik iskolába, adott esetben másik településre, akik csak annyit szeretnének, hogy a tanuláshoz való joguk érvényesüljön, és a testi épségük, a biztonságuk garantálva legyen az oktatási intézményben, az iskolában, de láthatjuk, hogy ez nem mindenhol természetes, sőt, sajnos országszerte több ezer család szenved ugyanettől, és a rendszer mégsem tesz semmit, sőt, még azokat bélyegzik meg, akik kimerik mondani, hogy igenis szegregációra van szükség. A Mi Hazánk mozgalom ez miatt a konkrét eset miatt is vallja azt, hogy ennek az igazságtalanságnak véget kell vetni, mert nem fogadható el az, nem tűrhető tovább, hogy a normális, a közösségbe beilleszkedni tudó gyerekek azok, akik menekülnek, az agresszorok pedig továbbra is ott ólálkodhatnak az osztályokban, és úgy tűnik, hogy mindent megengedhetnek maguknak.